A profi teniszezők élete már csak olyan, hogy viszonylag kevés időt töltenek állandó lakhelyükön. Fucsovics Márton a héten, ha Nyíregyházáig nem is, de Budapestig eljutott, ahol edzőjével, Sávolt Attilával készült a következő versenyekre. Június vége, július eleje meglehetősen mozgalmasra sikeredett Fucsovics számára, mivel két tornagyőzelem, a wimbledoni főtáblás szereplés és a világranglistán a top 100-ba kerülés azt jelentette, hogy pályafutása legsikeresebb napjait élte meg a teniszpark esélyes játékosa. Így nem is kérdés, hogy milyen érzésekkel érkezett haza a rövid pihenőre. Pláne úgy, hogy 99. lettem a ranglistán, és egy nagyon-nagyon jó hetet zártam, jó kedvel edzettem, jó érzésben lenni a tenisz elitében, úgyhogy egy pár napot itthon töltöttem, pihengettem, edzettem, és készülök a következő versenyekre. Ilyen élmény nem volt, hogy alanyi jogon a főtáblára indulhatok, már úgy készültek egy versenyre, nem kell selejtezőt játszani, hanem már a főtáblára tudok készülni. Tudok előtte játszani egy Winston-Salemben lévő előversenyt, úgyhogy nagyon készülök. Fucsovics Márton tavaly is ott volt a US Open főtábláján, akkor az első körben búcsúzott. Ezúttal tovább szeretne lépni az aktuális világranglista 110. helyén álló teniszező. A következő lépcsőfok az lenne, hogy Grand Slam tornán is tudjak nyerni főtáblán. Nem lesz egyszerű, Grand Slam-et mindig más játszani, mint egy ATP-t vagy egy Challenger tornát. De szerencsére jól megy a játék, egyre jobban játszok. Remélem, hogy most egy jobb sorsolást is fogok kapni, és tudok nyerni végre. Fucsovics a következő két hétben egy zürichi csapat színeiben, a svájci csapatbajnokságban szerepel. Azt követően augusztus 15-én az Egyesült Államokba utazik, ahol Winston-Salemben elindul egy ATP 250-es tornán. Augusztus 28-án pedig kezdődik a US Open.